Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Cita Szilárddal beszélgetünk, a Dunapart Vadásztársaság tagjával. Megkezdődött, sőt, javában zajlik már a szarvasbőgés, hiszen itt van az ősz. De tulajdonképpen miben is teljesedik ki ez az időszak? Mi történik ekkor az erdőkben? Én szeretném köszönteni a hallgatókat. Igen, augusztus végétől szeptember végéig tart a szarvasbőgés. Ez a gimszarvasok párzási időszaka. Ilyenkor jóval aktívabbak. Gyakorlatilag ez arról szól, hogy a bikák felkeresik a párzásra kész teheneket, és megpróbálják őket egy hárembe terelni és őrizni. Ugye a bőgés, amit ilyenkor hallhatunk, az azt mutatja meg, hogy egy adott bika milyen státuszban van, kommunikálnak egymással, ezek a státuszok lehetnek háremet védő, őrző, illetve háremet kereső, és a háremért küzdő harcok során harci felhívási bőgő hang. Fokozott állapotban vannak ilyenkor a gímszarvasok. Történnek-e balesetek egymás közt, amikor küzdelem folyik, illetve mire kell figyelnünk nekünk, akik erdők közt haladunk a főutakon? Igen, a bikák sokszor összecsapnak egymással, és komoly sérülések gyakorta előfordulnak. Egymásban is kárt tudnak tenni, gyakori az is, hogy ez halálig tartó harc, tehát az egyik bika akár az életét is elvesztheti ebben a küzdelemben, és az autósok figyelmét is szeretném felhívni ilyenkor ebben az időszakban, akár napközben is összefuthatunk szarvas rudlival, vagy kereső bikával. Főleg az egyes utat, a volt erdőcsárda környékét említeném, illetve a 13-as út elkerülő úti szakaszokat. Egy jó pár éve megépült ez az út, hát ez a szarvasok mozgásterébe beleesik, úgyhogy itt is előfordulnak ütközések. Nem csak sötétben, hanem napközben is oda kellene jobban figyelni a közlekedésre. Gondolok itt erre, hogy 90 km/h-nál lehet, hogy kevesebb is hasznos ilyenkor az utakon. Amennyiben egy istenbe következne a baleset, ki az, akihez fordulhat, az, aki elszenvedi? Sajnos, hogyha bekövetkezik a baleset, akkor hát elsősorban ugye a helyi rendőrkapitányságot kellene értesíteni, és a rendőrkapitányság majd a illetékes hivatásos vadásznak fogja jelezni a balesetet. Ilyenkor mindenképpen jelezzük, semmiképpen ne hagyjuk ott a sebesült állatot, vagy a tetemet. Mindenképpen be kell jelenteni, sokszor kint marad az utakon az elütött állat, beavatkozás szükséges a további forgalom korlátozása miatt, fontos, hogy időben kérjenek a szakemberek. Gyakori a baleset itt Komárom környékén? Előfordul, egy-két eset történik ebben az időszakban. Komáromiak és a Komárom környékiek szeretik kihasználni a természeti kincsek, illetve a helynek az adottságait, így a csapadékos őszi időben sokkal járnak gombázni. Nekik mit tudunk tanácsolni, mikor az erdőt járják? Így van, ez nagyon jó dolog, és továbbra is szeretném ösztönözni a komáromi lakosokat, hogy tegyék ezt nagy egészséggel, viszont arra szeretném kérni, hogy ezeket a látogatásokat ebben az időszakban, tehát főként szeptemberben reggel 8 óra és este 6 óra között tegyék meg, hiszen most említem a fenyves erdőt, a fenyves erdő durván egy 500 hektáros terület, ahol szigorú vadgazdálkodás folyik, tehát a kora hajnali és az esti órákban vadászok lehetnek a területen. A balesetek elkerülése véget szeretnénk kérni, hogy tartsuk be ezt a korlátozást. Jó, hogyha néhány téveszmét tisztázunk. Elhangzott, hogy vadászat folyik és vadgazdálkodás folyik. Ez miben belül ki? Hiszen egy vadásztársaság számára is komoly bevételt jelenthet, egy-egy szép szarvasbika elejtése. Hogy zajlik a gazdálkodás? A vadászat megkezdése előtt az augusztusi időszakban megfigyelésekkel töltjük az estéket. Megnézzük, megfigyeljük azokat az egyedeket, amiket majd a bőgés idején elejtésre szeretnénk szánni. Ezek szigorú korlátozások alá esnek, ugye ilyenkor megnézzük az adott bika kondícióját, illetve a trófa minőségét. Lehetnek gyengébb egyedek, ilyenkor ezeket megpróbáljuk előbb terítékre hozni, illetve a nagy trófa tömeggel, nagy trófa nagyságokkal rendelkező egyedeknél pedig azt próbáljuk figyelni, hogy az adott egyed elérje azt, hogy veszteségek nélkül tudja felépíteni. A tévhit az, hogy a vadászok minden szarvasbikát lelőnek, amit meglátnak, ez nem igaz. Szigorú vadgazdálkodási szempontok alapján végezzük a szelektálást, ugye itt röviden a bika kora és a kondíciója lesz a meghatározó, hogy milyen egyedek kerülnek majd elejtésre.
a Komárom környéki gímszarvasállomány milyennek mondható? A helyi gímszarvasállomány mind nagyságrendileg, mind trófea minőségben is jónak mondható. Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy egyre csak gyarapodik a létszám. Meddig tart a szarvasbőg és meddig húzódhat ki, meddig kell nekünk óvatosan üzlekedni, illetve az erdőt járni? Szeptember végéig, ritkán ugye október elejéig is eltarthat. Napközben nyugodtan lehet az erdőt látogatni a kijelölt útvonalakon, ösvényeken.